Na, akkor csapó 2. Megnézzük, hogy... És hogy fog futni a játék így ezekkel a beállításokkal. De azért nem tudom, hogy ez a véglegese. Igen. New game. Igen. Easy. Tiger. Easy. Igen. Na lássuk. Így is akadni fog? Na! Úgy néz ki, jó a játék. Szóval, akkor ez lesz a végleges. Hát remélem, hogy nem fog kifagyni ez a szar. Szóval üdv mindenkinek! Egy kis Silent Hill Downpour játékmenet. Xenia. Hogy mondják, mi az... programon keresztül. Ugyanis ugye ez a játék nincsen PC-re, csak Xbox 360-ra és PS3-ra jelent meg. Remélhetőleg jó a minőség, remélhetőleg nektek is tetszeni fog, és jól fog futni ez az egész. Na jó, lássuk. Sajnos ennél nagyobb felbontást, illetve beállítást ugye nem tudtam rajta állítani, azért mert ugye semmi beállítási mód gyakorlatilag nincsen a játékban, szóval... Ja, fasza! Na ne. Az eleje kicsit dadog a játéknak, de... majd később szerintem jobb lesz. Igen. Érdekesség, hogy a játék ugye hiába játszható PC-n, ugye ez egy emulátor, ez egy Xenia emulátornak hívják, és gyakorlatilag annyi, hogy lehet növelni benne a frame rate-et, illetve lehet benne növelni a felbontást nem, de ez nem igaz. Tehát, az a baj, hogy az internal resolution, tehát magának a játéknak a felbontását nem tudjátok növelni, tehát van rajta egy ilyen olyan, ami próbálja kicsit trükközni a felbontással, és ettől egy kicsit élesebb lesz a játék, de a felbontás maga, mint olyan, nem lesz nagyobb. De a kép valamivel élesebb lesz. Na most ez amúgy botránnyul néz ki a játék sajnos jelenleg, de hát sajnos ez van. Na mindegy, a lényeg, hogy kíváncsi leszek, hogy... Ja, szeretnék most szólni, hogy ez a játék, ez elképesztően szarul futott már akkor Xbox 360-on is, meg PS3-on is, és mivel most az egész egy emulátoron keresztül fut, így sok csodát nem kell várni tőle. Jó? Úgyhogy igazából ezzel csak annyit akartam mondani, hogy ez így ebben a formában lehet, hogy ki fog dobni a játék, lehet, hogy ki fog fagyni, bármi előfordulhat. Te szép cica vagy, Sanyika. What the hell's going on? Where's Sewell? There's been a mistake. I'm a sequestered prisoner. You're not supposed to be here. Guards? Officer Sewell, hello? You don't recognize me, do you? What? No, I... Guards! Anybody? We used to be neighbors. Guards! Vehetnék valami jó gamer gépet? Hát jó! Most már azért nem ártana egy normális gamer gép, Krisztián, igen. Nem baj. This is a violation of my rights. Who the hell do you think you are? When I talk to the warden, I'm... No one's listening. Help! Jesus, help me! Na, jövő! Szóval most eltáspángoljuk a volt szomszédunkat, mert lopta a tyúkot. Nem. De... Ja. Oké. Okay. Igen, hello? Vegyél fel egy másik fegyver, te huncut. Hol van? A másik fegyver az... Itt van. Gyere, itt van, már pont kés ő. Na,
Ez egy nagyon rossz kisfiú volt. Ez, hogy miért, és azt mondja, hogy pontosan tudod, hogy miért. És most felébredtünk a cellába. Akkor most mi ezt álmodtuk végül is. Come on, rise and shine, cupcake, you know the drill. Most minket átvisznek a... Aha, ma van a nagy nap. Most visznek át egy másik cellába minket. Aha, transfer, aha. Na! Zsia! Na bó! Ennél gyorsabban nem tudok menni sajnos. Na most jó, fasza. Na, akkor király. Még egyszer szeretném elmondani, hogy a játékban előfordulnak hibák, ami azt jelenti, hogy lesznek benne elég érdekes effektek, meg fényvillócások, meg ilyenek, mivel hogy ugye emulátoron keresztül fut az egész, szóval ja, néha van egy nagyon pici lag, de nézhető. Aha. Akkor jó, de ezt nem tudom, hogy mitől. Van egy pici lag. Pedig ugye nektek, ugye oda Twitch-re, meg YouTube-ra is 30 FPS-re fog menni a kép. Nekem 60-nal megy. Lehet, hogy azt le kellett volna lokkolnom 30-ra, és akkor ott is jó lenne, nem tudom, most már mindegy. De azt írja, hogy nem dobott el még frame-et. Szóval, ja. Hiányozni fogunk? Kicsit se, azt mondja. Zip. Give it a couple of days at Wayside Max. I bet you'll start to miss this place after all. Because we sure are gonna miss you. Move them out! Move them out. Miggity. Because Bob, they tell him a stream at High Heart, I should like. Vagy nem. Ha itt van-e? Silent Hill! Downpour, az egy kurva jó játék. Jó, update-eltem a streamet is. All yours now. Amúgy most szólok, hogy amikor nektek láttok egy kis lagot, ahogy most írtad is, nekem is csinálja néha. Nem mindig, meg látom, hogy ott hogyan megy, tehát nem mindig, de azért nekem is, hát nekem se tökéletes, sőt.
Pendleton. Get on the bus. Buckle up, get cozy. We got a long ride ahead of us. Have a good nap, Weddle. Tell me something, puta. That true what I heard about you? Did you really do it? Shut the hell up! Azt mondja, hogy tényleg igaz, amit hallottunk rólad? I said lock it up, damn it! Sír! Szóval, legurult a busz, és akkor így kezdődik a játék. Innen már elvileg normálisabban fog menni, a játék eleje buziskodik, mármint a ezzel a programmal, de innentől kezdve már elvileg normálisan fog futni a játék. Remélhetőleg. Na. Okay. Think. Find the highway. Put some ground between yourself and the bus. Remélhetőleg most is jó. Látjátok? Tehát azért vannak igen, ilyen hiányosságok, amikor így sétálsz a vízbe, amúgy meg nem, hogy nincs ott víz. Tehát így, de amúgy ott van, csak most még sincs. Csak néha van ott, amikor úgy kedve van hozzá. Ezt nem értem, hogy mitől van. Aha, látjátok? Ez. Tehát így ez... Igen. Na jó. Jó, hát ez sajnos ilyen, ez nem tudunk mit kezdeni. Hát igen. Hello? Can anyone hear me? Hát ha honnan jöttek ki a varjak, akkor biztos arra megyünk be. Igen. Szerintem ott egy lámpa. Take it up, bitch. Na jó. YOLO. Aha. Nagyon érdekes, hogy a vizet ignorálja valamiért, ugye magát a víz textúrát így. Na mindegy. Igazán kapott egy remake-et ez a játék, megérdemelni.
Uha-huha. Lenne zsidi. This is crazy. Jó. Hello? Hello? Igen. Lenne zupáj, bazd meg. Oké. Okay. Ez most mi? Ja, értem már. Föl akarsz mászni oda? That's far enough. Hoppa. Get your ass down on the ground now. Gyere onnan le. Hands where I can see him. Do it. Take it easy. I'm not going anywhere. I said on the ground now. Csaj nagyon be akar minket vinni, ez nagyon be van ránk rágva. I was just looking for help. And you just happened to lose your cuffs in the process? Save the bullshit. Csak segítséget akartam kérni. Hoppá. Jó vagy talán. This is stupid. I'll meet you back down at the bus, okay? You're gonna get yourself killed. Shut up. Keep your goddamn hands where I can see them. Ah! Shit! Pull me up. Okay. Szóval el tudjuk dönteni, hogy segítünk neki, vagy nem. Én segítek neki. Hang on. I'm slipping. Oh God. Don't let go. Don't. Baszkég így is, és leesett a csaj. Shit! Ez fasza. Damn it. Érdekes. Akkor most... Na. Már szárcsag. Ezek a flickeringek, akik így izélnek, ez nálam is ott van, tehát ez nem csak nálatok. Nincs bárki össze rajta. Sajnos ezek a artifektek, amik... Igen. Igen, újra felvesszük, mert kell. Oké. De kurva jó hangulata ennek a játéknak. Csak ha nálatok laggol, az nálam is laggol amúgy, csak mondom. Szóval nem megy normálisan a játék sajnos. So where the hell's the machine? These game tokens look ancient. Annyit tudok próbálok csinálni. Nem tudom, hogy mennyit
segít. Az a baj, hogy nem teljesen folyamatos a kép. Barjak! Igen. Az mi volt? What? Na, oké. Milyen szépen kocsi. És gondolkodom, hogy hogyan lehetne ezt még jobban beállítani. Azt az egészet. Wow. Look at that. No 52. Flathead V8. No doubt about it. Wicked old beast, ain't she? What? I said she's a wicked old beast. Me, I'm partial to something with a little less rust. But to each his own. Look, I don't want any trouble. Just point the way out of town, and I'll keep right on going. Now who said anything about trouble? Just trying to be helpful, son. Name's Howard, by the way. Murphy. Mi a fasz? Mi történt? No, you Murphy. Just looking for a way out of town is all. That's so. Afraid all the roads are out, every last one of them. Strangest thing. Mi történt ez a te? What the? Something wrong, son? Did you see it? Up there in the window. Never mind. I suppose if you're really desperate, you could try the old sky tram. Course, it hasn't really been kept up since the accident. I'll take my chances. That's the spirit. Well, this mail ain't gonna deliver itself. Good luck, Murphy. Hope you find whatever it is you're looking for. A csáv az eléggé vészjósló egyébként. What's the name of this place? Hogy is hívják ezt a helyet, tesó? És a csávó eltűnt. Oké. Okay. Cseréld le a ruhádat. Ígérem, úgy lesz. Erre kell jönnünk amúgy? Igen. Mik ezek a spike-ok, tesó? Milyenek elakadik? You can't undo anything you've already done. But you can't face up to it. Na, oké. Okay. I must have hit my head pretty damn hard in the crash. Ne akadjál! Köszi! Hello? Hello? Anyone here? Valaki van itt? Nem, kösz, kihagyom. És itt? Nem, kösz. Azt írta, hogy... Ez mi? Oké. Okay. Az pénz? Jó. Nem, ez az.
Nem, mint a bárkit is érdekelne amúgy most jelenleg, hogy pénz. És van-e vagy nincs? Igen. Itt van egy ajtó. Konyha. Konia. What's that? Gas? Az. Nem megyek. Aha, jó. Zárjuk el. Hoppá! Fire. Anyone hear me? Fire! Igen, és most hol van itt a... Ott. Hoppá! A szar ügy, tesó! Shit. If the water reaches that breaker box. This can't be happening. Ah, yeah, itt erre? Nem. Oké, okay. Így kimegy a víz, jó. Nem elmebeteg amúgy. Szia, Lörs. Nekem is szarul fucs, kacok. Csak mondom. Igen. Ez... Ezt el kell fordítani, és kinyílt a... Az... Ah, és az időre. Szerintem futás. Az nem jó. Murphy, run! Kúszjál, Murphy, a kurva életbe. Hello? Az jön. Jaj. Hát, ha lehet tudjuk így lassítani, már nem hiszem. Jaj, nem erre megyünk. Nem erre. Menjél. Itt megyünk. Szén éget, vagy mi? Menjél, tesó! Hoppá! Ajaj! Balra! Oké! Jobbra! Igen, hello! Hello! Mi van? Most itt föl, ugye? Más nem tudunk elmenni. Igen.
Kurva beteg. Igen. Az most menjünk le, ugye? Igen. Érdekes még, hogy a rezgő mód is működik a kontrollernél egyébként a játékban. De futni nem fut normálisan. Ez bármi átmegy. Nem mész, tesó. Ennyi. Most itt mit kell csinálni? Ó, oké. Oké, futunk még egy kört, és valamit elzártunk. Itt jön végig, aha. Most kinyitottuk azt az ajtót, és most... most ki tudunk futni, ugye? Jó. Shit. Jó, beteg egy játék ez. A végtelenített folyosó, igen. Aha. És itt vagyunk a konyhába. I'm losing my mind. A barom mi? Ez hol játszott le eddig amúgy, az agyába, vagy hol? Tehát, hogy hello. Azért vannak gondok. What? Hájá? Pick it up. Jó. Azt nézem, hogy van-e itt valami. Pluszba, amit. Nem. Itt van valami? Aha. Oké. Amúgy, amit nem értek. Van védekezés. Oké. Ez a hátranézés. Nekem itt van lámpám. Kifogyott benne az elem? Vagy mi? De most komolyan. Kifért az elem a lámpából. Már úgy értem, hogy lemerült. Kulcs! Van egy kulcsunk. Oké. Okay. Milyen ajtó? Ó, hát már most érzem, hogy itt egy jó ötlet volt lejönni, hogy a pincébe, ja nem. Ó, oké, okay, ez a lámpába.
lámpa felkapcsolása. Jó, megvan. Ezek az akadások, ez nálam is van, csak mondom. Nem, mint hogyha mondjuk ez bárkinek is segítene, csak mondom, szólok. Erre mi van? Oké. Van egy lakat, ezt le tudjuk ütni. Residence. Ez ugyanaz a könyv, amit az előbb megtaláltunk. Piece of wire. Egy darab kábel. Zavar. És azon gondolom, hogy van-e itt még valami, ami úgy érdemes. Nagyon elmentette a játékot, itt valami lesz. Mondtam. Come on, bitch, let's see what you fucking got. Pinche cabrona. Ez a... Ha, azért csávó, akivel volt a buszon. Aha. Hoppá. Hoppá. Az annyi volt a torka. Na jó. Menjél, bazd meg! De nem föl. Ezt nem lehet agyon verni. De most komolyan. Te rohadt szemét. Az valamit csinál. Várjatok, valami nem jó így. Ide kell a kábel. Panel's busted. Hát akkor mondjuk enged, hogy kiválasszom. Jó. Megvan. Ezek a FPS spike-ok elképesztő botrány. Végül is nem rémisztő hely, tök jó. Halló? Semmi. Viszont van másik ruha. Igen, igen, igen. Ugye? Aha, ja. Zsír. Nice. Sokkal jobban áll ez a véres ruha. Ez
Ez egy rendőrnek a ruhája. A long time since I had real clothes. Nem is tudom igazából, nekem ez a French, ez annyiból jobb, hogy akkor át oda tudsz baszni, hogy vége. Megbolondul a dög. Ide nem tudunk bemenni, akkor... Itt mi van? Anyádba. Ott rohagy meg anyádba. Épp mondani akartam, hogy miért szól még így a zene? Rohadjál ketté, te paraszt! Oké, és akkor most. Ami? Ez egy... Money? Nem? Oké. Fogalmas is melyikbe kell vele juttatni ebbe? Nem tudom. Az össze elnyelte, oké. Jó, megvan. Igen, a piros alatt a pirosba, és akkor két zöld, meg ugye a két zöldbe nyilvánvalóan. Oké, megvan. És akkor itt ezt eljutatjuk itt jobb oldalt, ugye. És most kapunk érte ticketet! Yes! Így van. Back to that sky tram. Nagyon jó. És a ticketet fel tudjuk használni, közben itt a Marjorie pillanatot. Igen, tehát itt meg le van írva change clause, oké. Okay. Te ne haldokoljál, egyszerűen csak engedd el, hallj meg, kész. Oké, okay, és akkor most fel tudjuk használni az az a zsiliphez. Ez mi? Ez nem az. Ez az, jó. A ticketet. És a ticket, tovább tudunk menni. YOLO! Ó, hát persze. Épp mondani akartam. Húzzál már innen! Hagyjál békén! Hányan vagytok ti? Az kurva is te, hogy nem megyek oda megvárni titeket. Oké, okay, jó. Mi menjünk, hello.
This must be the ticket machine. Ticket machine. Tessék. Egy ticketet. Wherever this thing goes, can't be worse than back there, can it? Azt mondja, akárhova is megy ez, nem lehet rosszabb, mint ami itt fönt volt. Hát, szerintem, de... Silent Hill, úgyhogy valószínűleg... Ja, úgy csak egy kicsit így belenézünk ám ebbe a Silent Hillbe, egy nosztalgiázásképpen. Nem sokáig fogom játszani. Kicsit feleleveníteni a dolgokat. Szóval jó lesz végigvinni. Csak kíváncsi voltam, hogy mégis az is kezdtem ezt streamálni, meg azért megy YouTube-ra is. Kíváncsi vagyok, hogy titeket mennyire érdekelnek így amúgy a horrorjátékok. Szóval nem akart kimenni a csávó, nem érted az ajtón. Hülye ez? Igen, itt nem akarok bemenni. Locked. Anybody in here? Hello? Hello? Nem tudom, mit ott van. Fájdalomcsillapító. Vedd föl, tesó. Vagy mi az? Vedd már. Az egy szék. Nem a széket. A fájdalomcsillapítót. Szihetetlen. A fájdalomcsillapító. Igen. Oké. Itt van egy ajtó. Ez milyen hely itt? Wouldn't take much to knock this down. Feszítő vas, vagy fejsze kell hozzá, hogy itt... Feszítő vas, tessék, mondtam én. Ha! Mondtam én. És itt jövünk ki, ahol az előbb itt lejöttünk. Na de várjál. Itt volt még egy ajtó, nem? Nem volt ajtó? De ez egy eléggé nagy bajba vagyok, mert az előbb itt kiírta, hogy A, vagy de nem? Hát lehet, hogy benéztem akkor. Szóval most van egy ilyen... Van egy ilyen feszítővasunk. Akkor most visszamegyünk itt föl a lépcsőn, és ezzel ki lehet nyitni a másik ajtót? Nem. Nem hiszem. Unlock. Ha nem tudom unlockolni, meg kell ide valami. Semmi baj. Jó, nézzünk körül. Itt nincs benne semmi, ez olyan feltűnő, hogy ez így itt van, nem? Vagy csak szerintem? Mindegy. Nem tudom mennyi értelme volt, de jó. Hoppá! Valami jó. Lighter? Mire kell ide lighter?
Fejsze, az jó. Azt nem tudom, hogy akkor... Ja, baszki, itt van egy ajtó. Kulcs. Kirak. És ez a kulcs... Ez föntre megy. Ez megy föntre, föntre. Itt nem tudok futni például. Érdekes. Van ott életfeltet, azt felveszem. Az jó, az kell. Igen. Az ördögnek a gödre. Itt vagyunk lent. Pretty impressive, ain't it? You might not guess by looking at it, but this place used to be filled with all kinds of visitors. Moms and dads and little kids and... Yeah, it was a really nice place. I'm sorry. You are... Name's JP, and that, sir, is the Devil's Pit. 490 meters straight down to the blackest soul here. 430 meters. Deepest limestone sinkhole north of fascinating, but... Sorry. Someone... Something... tried to kill me back there. You haven't seen anyone? I'm strange... wandering around here, have you? First time visitor, huh? Listen, if there's a quick way out of here, I'd really appreciate if you just tell me. Way out? What good would that do? Sorry. We don't get too many visitors these days. Right. Huh? Well, be seen. If you head through the cavern, there's a train. It can take you to Hillside. Boy, I tell you, all the kids, they just love that little train. How about you show me? Sorry. Someplace I gotta be. Huh. Thanks for the tip. Hmm. Okay. The Devil's Pit. Sounds like a fun place to bring the family. Absolutely, again. I'll see ya. Az ördögnek a mély, az ördögnek a gödre, úgyhogy nagyon jó hangzik, pont olyan helyen van a családodat is szívesen vinnéd el. Na de, skacok, ennyi lenne. Közben nézegettem azt, hogy nekem miért töcögné a streamnél, illetve azt, hogy ami eléggé furcsa, illetve amit nézegettem még, hogy telefonon nehezen lehet megnyitni, csak alkalmazáson keresztül nyílik meg ez a stream, amit nem tudom, hogy mitől van. Konkrétan egy ilyen gyors linkkel, ha jól tudom, nem is nagyon lehet, tehát konkrétan le kell szedni az alkalmazást a telefonhoz, de mindig ezt majd állítgatom, mert úgy néz ki, hogy a Twitch az nem igazán tudja tényleg az 1440p-t, hanem a 1080p-t kell mindenképpen nyomatnom, csak ugye itt az a gond, hogy akkor a bitrátán, a bitsűrűség is pontosan annyival szarabb lesz, tehát valójában, amit Twitch-en néztek, mondjuk egy játék, ahogy kinéz, az egy ilyen határeset. Na most, az már azért jóval sokkal jobban néz ki, amikor én játszom vele, ahhoz képest, amit ti láttok.
Azért, mert a Twitch nem csak, hogy alapból annyit romlik rajta a felbontás, ugye, hanem még a bitsűrűség, illetve az, hogy én ezt nem tudom milyen felbontáson játszom, de viszonylag nagyba, ti meg ezt 1080p-ben lebutítva Twitch-en látjátok, szóval ezen majd valamit kitalálok rá. Viszont ennyi lenne így már ez a kis Silent Hill. Már nagyon várom tényleg a következőt, nagyon jó lenne, hogyha jönne az új rész. Ezt ugye végig fogom vinni, ezt a játékot is. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ha tetszett az egész, akkor kérlek iratkozzatok fel ide Twitch-re is, és YouTube-ra is a csatornámra. Kövessetek be Facebookon és Instagramon is, és legközelebb találkozunk, addig is jók lehetek, szevasztok!